Hosszas előkészítés után a napokban elkezdjük a Szia életem című film forgatását. A film annak ellenére, hogy egy 6 éves kisfiú játssza a főszerepet, ez nem egy gyerekfilm. Ez egy kifejezetten egy felnőtteknek szóló érzelmes, szerethető, de mégis vígjátéki elemeket tartalmazó alkotás lesz. Azért itt ebben bizony olyan fantázi elemek vannak, meg olyan különleges humor, amitől ez érdekes lesz. Hosszas keresgélés volt, még eljutottunk eddig a házig. Keserű barna lakása a főszereplőnké. Az író, aki itt él, egyedül itt dolgozik, ugye az elmúlt években nem igazán írt semmi izgalmasat, de van egy jó pecója. Karantén alatt kiszögdöstem kis Budapestet fotózni, úgyhogy amik fekete-fehér, ezek a nagyméretűek, azt mind én fotóztam. Itt festettünk, tapétáztunk, mindent csináltunk. Gyakorlatilag úgy használtuk, mint egy műtermi díszletet. Olyan, mint hogyha tényleg itt lakna a barna, és ez az nagyon jó, mert így akkor van eleve egy ilyen múltja a térnek, és ettől mi is szerintem jobbak tudunk lenni. Úgy néz ki, hogy a lakás minden körülmények között jól van kitalálva, tehát minden jól tud működni. Itt már 10 napja próbálunk, tehát most már nagyon sokat vagyunk. Még remélem, még nem úsz, ugye? Ugye van ez? Na jó, hál' Istennek, még akkor mi nem tart, még ki kell tartani, még augusztus 1-ig. Sokat dolgozom, és dolgoztam színházban is, és filmen is gyerekkel, ami egy nagyon speciális helyzet, mert nagyon meg kell szerettetni magunkat, de közben meg ez egy komoly felnőtt munka. Nagyon észlével is, nagyon jól látja át a helyzetet, szóval szuper vele minden eltöltött perc. Nem szerettem volna egy ilyen üres lakásba dolgozni, azért mégiscsak legyen valami felületünk. Szét lesz szórva minden, legókba fogok lépni, gyíkok lesznek. Van egy ilyen tapétánk a falon, ugye, ami kizárólag arra szolgál, hogy át tudjuk kötni a jeleneteket az erdős jelenetekhez. Utómunkába ezek a levelek majd néha meg lesznek mozgatva, és ott tudunk átmenni az erdőbe. Hirtelen azt éreztem magam, mintha egy kislány lennék, aki a farsangra készül, és hol ebbe, hol abba beöltözik, és itt tényleg olyan jelmezeim lesznek, ami nagyon jó, mert gyereknek érezhetem magam, és szerintem az mindig jó.